Mindenkit szeretettel üdvözlök itt a mai délutánon, és örülök neki, hogy megmutathatok egy igazán érdekes témát, aminek a címe tehát extra téridő dimenziók, és arról szeretném meggyőzni a hallgatóságot, hogy el tudjuk dönteni erről, hogy képzelet vagy valóság. Tehát ténylegesen egy fizikai elmélettel van dolgunk. Itt látható az előadás vázlata. Az első rész egy rövid bevezetés is lenne, ahol talán a végén a legfontosabb üzenetet elmondom, aztán beszélünk a négy ismert kölcsönhatásról, aminek egy jó részét bizonyára ismeritek. Közben előkerülnek már az extra dimenziók, majd újra előkerülnek, és ezeknek mindenfajta új alkalmazása is. Mit tudunk a téridő dimenzióról mondani? Azt mindannyian tapasztaljuk, mert kisbabaként van egy fogalmunk arról, hogy mik lehetnek az a dimenziók. Kezdetben egy kisbaba is csak jobbra-balra tud mozogni, mondhatni egy dimenzióban, utána előre-hátra, jobbra-balra tud mászni két dimenzióban, mikor egészen ügyes, akkor ki is tud pottyanni már a kiságyból, tehát három dimenzióban is tud mozogni. Tehát ez a mindennapos tapasztalatunk, hogy három tér és egy különböző idődimenziót élünk meg. Ha egyszerűen akarnánk megfogalmazni, hogy mi is ez a, hogy hány dimenzió van, talán azzal mondhatnánk, hogy hány irányban tudunk mozogni a minket körülvevő térben, hány adat kell egy pont megadásához, vagy éppen hány kiterjedése lehet egy testnek, jobbra, balra, tehát széltében, hosszában és magasságában. Ezek a népszerű definíció. Persze a dimenziónak van egy másik jelentése is. Például le lehet írni valakinek az érdeklődését különböző irányokkal, különböző dimenziókkal. Ha valaki csak egy dolog például a foci iránt érdeklődik rá, azt mondjuk, hogy egy síkú, pedig ez már két dimenzió lenne. Mindazok, akik itt vannak a mai előadáson, azok legalább egy dimenzióval növelték az érdeklődési területüket. Még fiatalabb koromban olvastam egy egész kis könyvecskét, biztos szovjet előszóval, egy orosz tudóst, hogy miért háromdimenziós a tér, ott sok minden elhangzott. Többek között az, hogy legalább három dimenziónak kell lenni azért, hogy létezzen csomó, tehát valami bonyolult dolgot létre tudjunk hozni. A másik érv, hogy kétdimenziós nem lehet a világ, mert akkor az állatok ketté esnének, hogyha végigvonuló bélcsatornájuk lenne. Erről egy ábra sajnos nem készül, de ez is igaz. És vannak más érvek is, az asztrofizikusok azt állítják, hogy ha több mint négy dimenziónk lenne, akkor nem lett volna elég idő ilyen izgalmas szerkezetek kialakulásához, hogy létrejöjjön a Föld és az ember, a gondolkodó ember. Mi egy nagyon hatásos eredmény a dimenziók leírásához, ez René Descartes nevéhez fűződik, 17. századból, vagy egyszerűen azt mondta, hogy a téridő pontokat három számmal tudjuk jellemezni egy koordinátrendszer segítségével. Ezzel mindenki találkozott, koordináta geometriával valószínűleg, és miben rejlik ennek az ereje? Egyszerűen ábrák helyett egyenletekről tudunk beszélni. Tehát egy kört lerajzolunk, nagyon egyszerű, ezt meg tudjuk adni ilyen bonyolultan is, hogy azok a pontok, amik a síkban fix távolságra vannak egy középponttól. Ez működik a három dimenzióban is, a gömböt el tudjuk képzelni, még lerajzolni is sikerült. Itt meg tudjuk adni, hogy három négyzet összege legyen egy. De a következő pontnál már elakadunk. Ki tudja elképzelni hipergömböt? Nekem nem sikerült. Viszont ha ezt az egyenleteket használjuk, akkor egész egyszerűen hozzáadunk még egy koordinátát, és le tudjuk írni ezt a hipergömböt. És ilyen módon a fizikusok tudnak beszélni magasabb dimenziókról is könnyedén. De mégis hogy kéne elképzelni az extra dimenziókat? Itt látható egy hiperkockát, ha látszik, ott szépen látszik. Úgy kell elkezdeni, hogy veszünk egy nulla dimenziós kockát egy pont, eltávolítjuk egy egységnyi távolságra egy dimenzióban, ez lesz az egydimenziós kocka, ezután a szakaszt eltávolítjuk szintén egydimenziós, egy szakasznyira, a négyzetet is egy négyzetre minden oldal mentén ez lesz a kocka, és amikor ezt a háromdimenziós kockával is megcsináljuk, tehát minden egyes lapjára egy kockát rakunk, ami a következő kockába vezet, az lesz a négydimenziós hiperkocka. És ennek a vetületét rajzoltuk ide le, amit még mindig egy kicsit puszának tűnik, de tudunk magunkon segíteni, esetleg másképp akarjuk elképzelni. Másik lehetőség az, hogy általában, ha rajzolunk, akkor is mindig vetületeket rajzolunk két dimenzióban. Tehát itt ez a példa, amit itt látunk.
hogy egy háromdimenziós tárgynak van ez a kétdimenziós vetülete, tehát a kockának a vetületei, azok az lapjainak a vetületei, tehát torzult négyzetek lehetnének. Hogyha ezt forgatjuk, mindjárt megmutatjuk, akkor az egyik lapját pirossal, a másikat kékkel fogjuk jelölni, és nézzük meg, hogy akkor mit kapunk. Hogy fog kinézni ez a... ez most így nem jó. Tehát ez a forgó kocka így fog kinézni, tehát eltorzult négyzetek masíroznak a két dimenzióban. És ezt a vetületet látjuk, de mivel annyira három dimenzióhoz vagyunk szokva, a vetületből is azonosítani tudjuk a három dimenziót. Tehát nézzük meg például ezt a képet, amikor ténylegesen forog ez a háromdimenziós kocka, ezt is mindig belelátjuk a három dimenziót, pedig igazából kétdimenziósként kéne elképzelnünk, hogy tovább tudjunk menni a négy dimenzióra. Hogy fog kinézni egy négydimenziós kocka? Tehát ezt mondtuk, hogy két kockát veszünk, aminek minden lapját egy-egy kocka köt össze, tehát így lépegetünk előre a képek mentén. Ezt is meg lehet mutatni egy animációban. Ez így néz ki, egy kicsit nehezebb követni. Jó, tehát látjuk, ezek a kék meg a piros négyzet, az egy-egy kocka a négy dimenzióba levetítve mi három dimenziókban, és ez felel meg a négyzetnek. Tehát el lehet képzelni ezeket az extra dimenziókat, akinek ez túl gyors volt, az interneten otthon beírja, hogy forgassunk kockát mondjuk angolul, és rögtön meg fogja találni, lehet, hogy pont ezeket az animációkat, ez a legvalószínűbb. Tehát azt látjuk, hogy matematikailag mindenképpen tudunk négy dimenzióról beszélni. Kérdés, hogy tudunk-e ezekről fizikai értelemben is beszélni. És azt állítom, hogy az utóbbi 10 évben, különösen, de korábban is, komoly fizikusok spekulálnak extra téridő dimenziók létezésén, és itt egy hosszú érvelés jön. Legfontosabb, hogy nincs semmi ellenérvünk, hogy miért ne léteznének. Tudunk olyan mechanizmusokat, remélem erről fogunk beszélni, hogyan maradhatnak rejtve. Az elméleteink, amik jól működnek eddig, azok nem ragaszkodnak a három dimenzióhoz. Attól, hogy nem érzékeljük, nem látjuk ezeket, ezek még létezhetnek. Ugye bárkinek a szülei megkapják a fizetésüket a számlára, azt nem fogja érzékelni, mégis bízik benne, hogy ott van, hogyha minden rendben van. Ezek mellett évtizedes részecskefizikai problémákra adhatnak megoldás, aminek hozzá se tudtak szólni korábban a fizikusok. Talán az egyik legfontosabb, hogy azért igazából fizikai elmélet ez, mert a következő nagy gyorsítón közvetett bizonyítékaik láthatóvá válnak. Tehát el tudjuk dönteni, hogy igaz vagy nem igaz ez az állítás. Ez a gyorsító a CERN-ben, Svájc és Franciaország határán levő nagy gyorsító, amiről a fél év folyamán Varga Dezső talán tartott egy rövid bemutatót, ahol láthatjuk itt az első képen, itt van a gyorsító köríve, ez a föld alatt van körülbelül 100 méter mélységben, hátul látszik a Genfi tó, vagy a Levantó, mögötte pedig a Mont Blanc is, ami az persze jó idő kell, hogy ezt láthassa az ember. A kísérlet pedig a föld alatt van, és két, a mi szempontunkból érdekes, két nagy kísérlet lesz ebben, az Atlas és a CMS, és protonokat ütköztetnek össze egymással, 7 és 7 ezerszer proton tömegnyi energiá, tehát óriási energiá. Jó, és akkor beszéljünk röviden először a négy ismert kölcsönhatásról, hogy ezekről mit tudunk mondani, és már eközben előbukkannak az extra dimenziók. Az egyik legrégebben stabilan ismert kölcsönhatásunk, ez a Newton-féle gravitációs kölcsönhatás, és az egyik legalapvetőbb kölcsönhatás, ez két tömeggel rendelkező test között ható vonzó kölcsönhatás, a távolság négyzetével fordítottan arányos a mi megszokott világunkban. És igazából itt látszik Newton, és tőle balra az az almafa, aminek egy őséről lepottyant az alma, ami az ő fejében azt a gondolatot elültette, hogy valami oka kell lenni annak, hogy lepottyannak a tárgyak a Földre. És ő egyesítette a földi és az égi fizikát. Tehát ez volt az igazi nehéz lépés benne, hogy azt megérezte, hogy ugyanaz a törvény érvényes lehet a Földön is, mint ami a bolygók pályáját leírja a nap körül. Egy fontos
dologgal már mindenki szembesült, hogy ebbe szerepel egy dimenziós állandó, amit én itt szépen kiírtuk, jó bonyolult mértékegységével ezzel mindenkit meg lehet gyötörni, de mi részecskefizikusok többnyire szeretjük ezt átfordítani tömegekre. Ha ezt átfordítjuk tömegre, egy óriási számot kapunk. Én azt hittem, amikor leírom, több nulla lesz benne, de 10 a 19-en proton tömegnyit. Ez egy jó nagy szám. És ez a szám okozza a legtöbb gondot nekünk, ezzel fogunk még ma sokszor találkozni. Mit tudunk még a Newton-féle gravitációs kölcsönhatásról? Erővonalakkal tudjuk jellemezni, tehát ha van egy tömeg, abból ki erővonalak indulnak ki, és hogy milyen erős az adott pontban, egy adott pontban a tér, az azon múlik, hogy ott milyen sűrűn vannak ezek az erővonalak. És ha adott számú erővonal indul ki a pontból, ha kisebb gömbre oszlik el itt belül, akkor sűrűbben lesznek, minél messzebb megyünk, a gömb felületével arányosan annál kisebb lesz ez az erő. Ez lényegében az erővonalak eloszlása ezen a gömb felületen, ami egy 1 per R négyzetes erőtörvényt ad. Itt már játszhatunk, akár csak a saját kedvünkre is, hogyha más téridő dimenziókat tételeznénk fel, mint itt alul látszik, akkor milyen erőtörvényt kapnánk. Tehát 3 téridő dimenzióban az 1 per R négyzetes erőtörvényt várjuk. Ha ennél kevesebb dimenzióba megyünk, akkor ugye egy kör mentén fognak eloszlani ezek az erővonalak, a körkerülete az 2 pi r, tehát 1 per r-rel lesz arányos ez az erő. Ha még lejjebb megyünk egy dimenzióba, az egydimenziós kört nem rajzoltuk fel, ez 2 pontból áll, ott minden erővonalat mindig elkapunk, az állandó lesz az erő. És így magasabb dimenziókba is mehetünk, ez az, amit talán érdemes megjegyezni, hogy magasabb dimenziókba gyorsabban levág ez a kölcsönhatás, tehát 1 per r körben. Ha valaki elektrosztatika feladatokat oldott már, meg akkor ezzel az 1-es, 2-es dimenziós esettel találkozhatunk. Már valószínűleg a konstans helyett logaritmus tapasztalt. Másik kölcsönhatás, ami közben kifejlődött, itt éppen csak az ábrákat látjuk, az elektromos jelenségek vizsgálata volt. Benjamin Franklin híres volt a sárkány eregetésről, itt is éppen belé csap a villám. Michael Faraday is dolgozott az elektromos jelenségek vizsgálatán. A másik irány volt ez a mágnesességnek a vizsgálata, ahol mágneseknek találtak különleges erejét, különleges kövek, amik a vasreszeléket elrendezték maguk körül. Azután észrevették, hogy az áramnak is van mágneses tere, ebben jelentős szerepe volt Ampernek. De ami az igazi fejlődés volt, hogy ezt a kusza egyenletrendszert és sok jelenséget egy egységes leírásban össze lehetett foglalni, és ez fűződik James Clerk Maxwell nevéhez. 1864-ben fölírt először 20 egyenletet, majd vektoros jelölésben ezt 4 egyenletre leegyszerűsítette, tehát igenis van értelme a vektorok használatának. A következő nagy sok az nem a 4 kölcsönhatással kapcsolatos, hanem Einstein bejelentésével 1905-ben a csodálatos évből, amikor kijelentette azt, többek közt az elektromosságtan egyenleteit vizsgálva, meg a fizika egyenleteit vizsgálva, hogy az idő a negyedik dimenzió. Ő maga is jól tudta, hogy azért ez nem ugyanolyan dimenzió, mint a téridő dimenzió, de a mai elméleteinkben, meg akkor is megvizsgálva az alapvető elméleteket, kis távolságon ugyanúgy viselkedik az idő, mint a tér, mint a téri dimenziók. Ma például részecskefizikában bármilyen számolást végzünk, 4 dimenzióról beszélünk, 4 dimenziós integrálokat végzünk, nem teszünk igazán különbséget a tér és az idődimenzió között. Ha Descartes nyelvén akarjuk ezt megfogalmazni, akkor 4 dimenziós téridőben x, y, z koordináták mellett egy negyedik időkoordinátát is fel kell írnunk, de ahhoz, hogy ennek értelme legyen, hogy át tudjuk váltani ezt a két mennyiséget egymásba, a térbeli távolságokat, meg az időbeli távolságokat, egy univerzális állandóra van szükségünk, ez a C lesz, ami történetesen éppen megegyezik a fénysebességével. Ez is egy mély dolog, ebben nem megyünk bele, de ez egy univerzális állandó, és ezt érezte meg Einstein nagyon pontosan. A speciális relativitás elméletnél már csak az általános relativitás elmélet állítása szólt nagyobbat, hogy így mondjuk. Amikor Einstein azt jelentette ki, hogy a minket körbevevő térnek is szerkezete, dinamikája van.
hogy mit kell ez alatt érteni. Meg tudjuk mérni a tér szerkezetét. A tér szerkezete például a görbületében rejlik, amit meg tudunk mérni, ha megfelelő jó háromszögeket szerkeztünk, és annak megmérjük a szögeit. Például ilyen háromszögeket lehet szerkeszteni fényjelekkel, és meg tudjuk mérni ezeket a háromszög belső szögeinek összegét. Ha ez a három szög együtt 180 fokot ad úgy, hogy mindenki az iskolában megtanulja, akkor egy sík lapos geometriáról van szó. Ha ez a háromszög szögeinek az összege több mint 180 fok, akkor egy gömbfelületen vagyunk, például a föld felülete is ilyen, de kaphatunk egy ilyen nyereg felületen 180 foknál kisebb szöget is. Jó? Mi határozza meg a tér alakját? Einstein erre is választ adott. Azt mondja, hogy a térben levő anyag és energia az határozza meg a tér alakját, és a gravitáció az nem más, mint a téridő görbülete. Ezek voltak a legfontosabb állításai, és ezzel Newton törvényét nem dobta kukába, hanem pontosan Newton törvény levezethető az általános relativitás elméletből, és ami érdekes, ugyanaz az egyetlen egy állandó szerepel benne, ami ez a jó nagy tömeg volt, a Planck tömegnek nevezett mennyiség. És ez elvezet minket az extra dimenzió gondolatához. Itt láthatók az extra dimenziók atyai, az igazi első kezdő majd csak a következő oldalon látszik, és Einsteinnek ugye az előző felvetésével volt nagy szerepe. Ki beszélt először extra dimenzióról, vagy kiről tudunk, hogy beszélt? Egy negyedik ember, Gunnar Nordström, finn fizikus, aki megmutatta, hogy egyesíthető az akkori világnak az összes kölcsönhatása. Tehát az volt Einstein észrevétele, hogy a gravitációs kölcsönhatás a normál téridőnek a görbületéből származik. Ezen kívül még egy kölcsönhatás szerepelt a fizika könyvekben, ez az elektromágnesességet leíró erő. Azt gondolta, hogy esetleg hozzáadunk még egy dimenziót, és annak a görbülete majd az elektromágnesességet fogja nekünk leírni. És egy nagyon szép elméletet dolgozott ki, el is küldte a megfelelő folyóiratban, ahol ez a cikk Einsteinnel találkozott, tehát a kor nagy fizikusai voltak a bírálók, ahogy többnyire ma is, csak akkor kevesebb folyóirat volt, tehát biztos, hogy a legnagyobb nevekkel találkoztak ezek a cikkek. De Einstein rögtön elvetette az ötletet, hogy miért, azt nem tudjuk, de a rossz májúak véleménye szerint talán azért, mert Nordström, ez a finn fizikus, a saját Einsteinnel konkuráló elméletét használta. Einstein nem tudhatta, hogy az ő elmélete jobb, csak meggyőződése lehetett róla, mert kísérletileg csak 5 évvel később vizsgálták egy napfogyatkozás kapcsán a fényelhajlásból. Ott el lehetett dönteni, hogy Nordströmnek vagy Einsteinnek van igaza. És kivételesen Einsteinnek lett igaza. Ezért beszélünk a bizonyára Einstein elméletről, és nem Nordström elméletről. Ki az, akit komolyan vett Einstein? Egy darabig. Ő Theodor Kaluza volt, egy lengyel matematikus. 5 évvel később újra felvetette ezt az ötletet. Ugye közben jött a világháború is, tehát lehet, hogy ezért is elfelejtették ezt a Nordström gondolatát. Ugyanazt dolgozta ki, mint Nordström, csak Einstein elméletét használta. Einstein eleinte rendkívül lelkes volt, nagyon örült, hogy egy fantasztikus idea, de ez a lelkesedés egy hónap után elmúlt, a kézirat pedig 2 évig az íróasztalban pihent. Mindezek az emberek, akikről eddig beszéltünk, azt gondolták, hogy az ötödik dimenzió az nem valódi, csak valami matematikai konstrukció lesz, különben látnunk kellett volna. És hogy miért nem látjuk, vagy lehet-e valódi ez, ezt először Oscar Klein, svéd fizikus gondolta végig. Ő azt gondolt, hogy ez egy igazi dimenzió lesz, amit ott látunk, csak azért nem látjuk, mert nagyon kicsi. Ugye ma azt gondoljuk, ez mindenkinek eszébe juthatott volna, de ez akkor egy radikális megoldás volt, és Einstein megint lelkendezett, mert hogy Klein cikke szép és lenyűgöző volt, próbálkoztak alkalmazásokkal, kvantummechanikával, térelmélettel, mindaddig, amíg majd meglátjuk, hogy mi történt az elmélete, de hogy kell elképzelni ezt a feltekeredett dimenziót? A szokásos példa erre az, hogy nézzük egy kötéltáncost, amint egy kötélen mozog, ő a kötélen csak előre vagy hátra tud menni, ha életbe akar maradni, akkor csak ez az egy lehetősége van.
Ha föl lefele ugrál, vagy ha jobbra-balra megy, abban mindig baj lesz, tehát ő csak egyenlősen előre vagy hátra tud menni. De ugyanakkor, ha ugyanarra a kötére egy bolhát vagy egy hangyát ráteszünk, amit a jobb oldali ábrán látszik, tud előre-hátra is menni, de egy kis állat az fel tudja érzékeli a keresztmetszetét is a kötélnek, ezért körbe tud rajta akárhányszor menni. Tehát ő két dimenziót lát, tehát így kell ezt elképzelni. Így képzelte el Klein is, lehet, hogy ezt a képet nem tette hozzá, és kiszámolta, hogy milyen kicsi legyen az ötödik dimenzió, hogy egyesíteni tudjuk az akkori idők összes kölcsönhatását, a gravitációt és az elektromágnességet, és sok nullát kapott, míg amíg egy és szám jött. És ez a hossz, ez a Planck hossznak elnevezett mennyiség, ez egy rendkívül kicsi szám. Úgyhogy ettől kezdve el is felejtették az extra dimenziókat 50 évre, fizikusok más dolgokon gondolkoztak, kvantummechanika kidolgozásán, térelméletek kidolgozásán. És ennek az egyik legszebb gyümölcse az a kvantum elektrodinamika lett, ami az elektrodinamikának és a kvantummechanikának a házasításából született. Ezt 48-ban dolgozta ki Feynman, Schwinger és Tobonaga, ők ezért jóval később Nobel-díjat kaptak, mint hogy Einstein is 1921-ben. És nézzük meg, hogy mit mond ez az elmélet. Következőt gondolja, vannak anyagi részecskéink, ezek lehetnek töltöttek, mint a proton, elektron, ezek részt vesznek a kölcsönhatásban, vagy semlegesek, mint a neutron, neutrino. És a kölcsönhatást egy részecske, amit szintén Einsteinnek köszönhetünk, hogy így gondolunk, hogy a foton részecske, foton közvetíti. Itt látszik egy ilyen ábrán, hogy lehet egy ilyen folyamatot elképzelni. Aki tájékozott, azt is látja, hogy egy kis előremutatás is van az ábrán, de jön egy elektron, és az kibocsát egy fotont, vagy két elektron összeütközik, és csak egy fotonként megy tovább, és utána kölcsönhatnak egy másik részecskével. Az elmélet legnagyobb sikere az, hogy lélegzetelállító egyezést mutat a kísérleti és az elméleti számolások között. Több mint 10 jegyre megegyeznek hibahatáron belül. És miközben a számolásokról nem beszéltünk, de ezek rendkívül áttételes és bonyolult számolások. Milyen további kölcsönhatásokat ismerünk? A gravitáción kívül ma 3 további kölcsönhatást ismerünk, amit 1967-ben foglaltak egységes keretbe, az alul látható urak, Glashow, Szelem és Weinberg, akik rá 12 évre Nobel-díjat is kaptak érte. És a minta az az előbb bemutatott elmélet volt. Vannak anyagtereink, azok 3 kópiában, 3 családban ismétlődnek, ezek feles saját perdülettel, feles impulzus momentummal rendelkező úgynevezett fermionok, tehát itt vannak a kvarkok, az elektron és a neutrino, és ennek 2 ismétlése. Kölcsönhatásokat pedig a foton általánosításai egész spinű, egész saját impulzusmomentumú bozonok közvetítik. Ezeket láthatjuk itt. Itt van ezek a G, azok a gluonok, az erős kölcsönhatást közvetítik, ami a legerősebb, ez felelős az atommag összetartásáért, az atombombáért. A Z és W bozonok a gyenge kölcsönhatásért, a neutronbomlásért felelősek. A következő kölcsönhatás az elektromágnességére a foton, és a gluonok, amik a legerősebbek. Jó. Az elméletnek egyetlen egy szépséghibája van, vagy igazi szexepéje, hogy plusz egy misztikus részecskére van szükségünk, ez az úgynevezett X részecske, és ez kell, hogy az összes többi részecskének tömeget adjon. Sikeres volt ez a modell, rendkívül sikeres, különösen ennek a 2 kísérleti fizikusnak, akik Nobel-díjat kaptak a W és a Z bozonok, a közvetítés közvetítő bozonok felfedezésért. De ma azt állíthatjuk, hogy az összes nagy energiás kísérletet egy nagyon kis távolságig pontosan leírják. Az összes részecskét direkt felfedeztük, tömegeiket ismerjük, még ha ezek nagyon nagy skálán szóródnak is. Egyedül ezt a fránya Higgs bozon nem találtuk meg, amire egyedül ez a sárga kizárási tartomány, és egy ilyen parabolaszerű tartomány van, ahol itt várnánk a tömeget valahol legalul, az is mutatja elmélet furcsaságát, hogy ez a kizárt tartományba esik ennek a legvalószínűbb része.
Itt a bal oldalon meg az látszik, hogy rengeteg mennyiséget tudunk megjósolni, kísérlettel összevetni, ezek többnyire jó összhangban vannak egymással. Milyen problémák vannak a standard modellel? Sokáig csak elméleti problémák vannak, de kísérleti problémák is sokasodnak, amiből az egyik legfontosabb, ez a Wilkinson mikrohullámú háttérsugárzás űrszondának a világegyetem anyagáról készített tortadiagramja, amiből mit látunk, hogy minket körülvevő univerzum nagy részét nem ismerjük. Háromnegyede egy sötét energiának csúfolt, teljesen ismeretlen valami. 22%-a sötét anyag, amiről azt tudjuk, hogy anyagszerű, de nem tudjuk, miből áll. 4%-a áll csak azokból az atomokból, amit ismerünk, de ennek is csak körülbelül 10%-át látjuk, tehát ez lesz a világító anyag. Jó, tehát ezek az ellentmondások, hogy kell az univerzumban lennie valamilyen sötét anyagnak, nem ismerünk, sötét energiának. A bevezetett neutrinóinknak tömege van, erre neutrinók egymásba át tudják változtatni a fajtájukat, ilyen mérésekben, ezt hívjuk oszcillációnak, ebből győződtünk meg erről. És egy, ami kapcsolódik a mi tanszékünkhöz, itt Fodor Zoltán, Csikor Ferenc és Kat Sándor munkájához, hogy nem ad magyarázatot arra, hogy miért van a világunkban több anyag, mint antianyag. Tehát miért látjuk ezt? Ebből mind arra következtetünk, hogy valamilyen új fizikának lennie kell a standard modellen túl. Mi ez a Higgs részecske, ami a legtöbb problémát okozza? Itt látható Peter Higgs, aki ezt az elméletet kidolgozta, a kondenzált anyagok fizikájából tanult hasonlóságok alapján. És ennek a Higgs egy olyan potenciában, egy olyan hegyvízrajzon mozog, hogy neki kialakul egy ilyen mexikói kalap formájú potenciája, és kénytelen ennek a gödörnek itt az alján elfoglalni a helyét. Tehát ez lesz a természetben a megoldás. És az a legnagyobb, a legfurcsább dolog az egészben, hogy amilyen messze van ő az origótól, amit itt láthatunk, ezt egy V vákumvárató értékének nevezzük, ez lesz annak az előző egyesített modellnek az egyetlen tömegtípusú paramétere, aminek az értékét nagyon jól tudjuk. És ez 254-szer a proton tömege körülbelül. És maga ez a probléma, ami a legfontosabb probléma a standard modellben, és ebben az egyesített kölcsönhatásban, ez a hierarchia probléma, hogy miért vannak, hogyha alapvető elmélet ez a gravitáció és a standard modell együttes elmélete, akkor miért vannak ilyen iszonyatosan különböző tömegek ebben benne? Ha ez egy alapvető elmélet lenne, akkor meg kéne adnia, hogy miért ilyen különbözők ezek. Tehát itt látjuk alul, ez háromjegyű, ez a standard modellben levő Higgsnek az egyetlen paraméter, az úgynevezett vákumvárató értéke, míg a Planck tömeg az rengeteg nullát tartalmaz. Mi lehet ennek az oka? De egy kicsit azért jobban megbarátkozunk ezzel a Higgs mechanizmussal, nézzük meg a következő gondolatmenetet. Képzeljünk el, hogy hogy működik ez. Tehát ez egy mindenütt jelenlevő közeg, ami az összes részecskének, többi részecskének és magának is tömeget ad. Ezt hogy lehet elképzelni? Képzeljünk el egy termet fizikusokkal, látszik-e, mi nyugodtan beszélgetnek, és ez felel meg annak, hogy a terünk ki van töltve a Higgs részecske mezőjével. És ekkor történik, hogy egy híres fizikus besétál az ajtón, kis zavart kelt, mindenki vele akar beszélni, csodálói egyre nagyobb csoport, egy csodálói egy csoportját vonza maga köré, és emiatt lassabban tud haladni ebben a fizikusok által létrehozott közegben, azaz tömeget kap. Ezt mindenki tapasztalta, ezt az effektust, akár tömegben is, vagy akár csak akkor, ha vízben megpróbált futni, sokkal nehezebb, mint ha a szabad levegőn futunk. És ahogy elnehezült ez a fizikus ebben a tömegben, ugyanígy kap minden részecske is tömeget, aki a Higgs mezőben mozog. De ez a Higgs saját magának is tud tömeget adni. Elképzelhetjük, hogy a békésen cseverésző fizikusokhoz egy pletyka érkezik, ez elterjed, és rögtön csoportosulások jönnek létre. Ez a csoportosulás is már nehezebben tud mozogni, ezek a csoportosulások felelnek meg a Higgs részecskének. Jó, tehát így lehet elképzelni. Még egy szót beszéljünk a
erről a hierarchia problémáról, hogy miért igazán gond ez, hogy van egy háromjegyű tömegjellegű mennyiségű, meg egy 20 jegyű tömegjellegű mennyiségű, vagy 19 jegyű tömegjellegű mennyiségünk. Ez azért gond, mert ennek a különleges Higgs-nek a része, a tömegét, erre volt egy alsó korlátunk, ez 115 proton tömeg, és van egy felső korlátunk az ő indirekt viselkedéséből, kvantummechanikai fluktuációiból, ha így mondjuk, és ez azért az ő tömegét viszonylag kis értékre várjuk. Azt várjuk, hogy valahol itt lesz a sarkon. De ugyanakkor tudjuk a kvantummechanikát is lehet tudni, ez a következőt mondja, hogyha van egy Higgs részecskénk, ami halad, vagy éppen békésen van, az bármikor át tud alakulni egy egészen rövid időre olyan részecskékben, amikkel kölcsönhat. Történetesen itt az egyik legnehezebb kvarkról van szó, és egy ilyen kis hurkot hoz létre ez a részecske, ez a kvantumfluktuáció. Ebben a hurokban ez az új részecske, ez érzékelni fogja ezt a legnagyobb tömegjellegű mennyiséget, és ezért úgy lelassítja a Higgsünket, hogy annak a tömege, ha ezt a folyamatot figyelembe veszük, ez a legnagyobb Planck tömeghez kellene, hogy közelítsen. Tehát emiatt azt várnánk, hogy ha ez a számolás nem kíván korrekciót, akkor a Higgs tömegünk egészen nagy lenne. Természetesen megtehető ez, hogy vissza tudjuk állítani minden számolásban a tömegünket az eredeti tömegre, de ez igen nagy árat kér tőlünk. A Higgs tömeg négyzetét így kéne kiszámolnunk. Azt szeretnénk, hogy mondjuk 131 proton tömeg legyen, és két ilyen óriási szám különbségeként tudjuk megkapni, ahol ez az óriási szám ebből a kvantumfluktuációból ugráló top értékéből adódik. Milyen megoldásai voltak ismeretesek a részecske fizikában ennek a hierarchia problémának? Azt kell elképzelni, hogy a Higgs valahogy másképp működik, valami kis szerkezete van, másmilyen lesz ez az egyik. A másik megoldás, ami a legnépszerűbb megoldás jelent, ez az úgynevezett szuperszimetria, ahol azt gondoljuk, hogy valami új, szép, extra tulajdonságok kötik össze a meglévő vagy az új részecskéinket, és emiatt ennek a Higgsnek a tömege kicsi marad. Ez a legnépszerűbb szimetria. Ez azt jelenti, hogy amit eddig olyan részecskéket kapcsol össze, amit eddig kölcsönhatásokat közvetítettek, anyagrészecskékkel kapcsol össze. Plusz még sok egyéb ötlet is van, amiről most nem beszélünk. De hol bukkantak fel újra az extra dimenziók? Ez a kicsit hosszú bevezetés után, hogy arról is legyen szó. És ez a Hoore-elmélet kapcsán merült fel. Eredetileg a 60-as évek végén kezdték el kutatni az erős kölcsönhatás megértésére, ez volt a céljuk, és egy radikálisan új gondolatot fogalmaztak meg. Ez a három, akkor még fiatal ember szánta erre az életét. Azt gondolták, hogy az alapvető objektumok nem részecskék, mert abból elég sok van, ott néhányat felrajzoltunk, de minden tulajdonságot figyelembe véve akár 50-nél több is lehetnek, hanem egyszerű kis húrok legyenek. Ezek mikroszkopikus húrok, és ennek a különböző rezgései adják majd a változatos részecskéket. Ez azért érdekes ez az elmélet, mert ma ez az egyetlen egy jelöltje egy olyan elméletre, ami mindent le tud írni, gravitációtól kezdve az atombombáig. Tehát így kell elképzelni, a húrok így rezeghetnek, ha zártak, vagy nyíltak, ritkábban, sűrűbben. Húrokról mindenkinek eszébe jutott valami hangszer, például gitár húrja. Ezek hasonlítanak is a gitárok húrjához, abban, hogy rugalmasak, tehát ha meghúzzuk őket, visszarántják magukat, van feszültségük, vannak saját rezgéseik, tehát jellegzetes felhangjaik vannak, csak adott módusok tudnak bennük gerjedni, tehát egy jellegzetes hangja van minden egyes gitárnak, hangszernek, de mások is, mint a gitárhúrok, mert nem állnak semmiből. Egyrészt, másrészt nem ilyen kis tűkkel, meg bizgetjükkel feszítjük ki őket, hanem ezeket magukat feszítik ki, mégpedig azáltal, hogy ezek nagyon picik, és a kvantummechanika érvényes rájuk, állandóan izeknek mozognak. Még rosszabbul, mint a sajtkukacok valószínűleg. Hogy lesznek a húrokból részecskék? Olyan aprónak képzeltük el ezeket a húrokat, hogy ezeket a mikroszkopikus rezgéseket nem látjuk,
Ezért energiájuk van, meg impulzusok, de ezt tömegként fogjuk értelmezni. Einstein föl is írta nekünk a képletét, aminek a segítségével ezt meg tudjuk tenni. Pontosabban mégse tudjuk megtenni, mert ez csak az a változat, amit a bulvárlapokba írnának le. Csak akkor érvényes, hogyha nyugalomban vannak a részecskék. Akkor egyenlő az energia tömegszer C négyzettel. Ha igazán ki akarjuk számolni egy mozgó, azaz egy kis állandóan izgő mozgó, kvantumfluktuációk miatt állandóan izgő mozgó részecskének a tömegét, akkor szükségünk van az energiájára és az impulzusára is, itt a kettő különbsége látható, és ez fogja megadni a tömeget. Akkor a Hoore-elmélet eredeti verziójában ezt felhasználták, rögtön egy problémával álltak szembe, az ismert részecskék között voltak nulla tömegűek is, és nem kaptak nulla tömegű részecskét, mert nem tudták az energiát és az impulzusokat kiejteni. Nem működött. Gondba is volt, és ez John Schwartz látható, és két mechanizmus, de azért elméleti fizikusok, hogy kitaláljanak valamit, és probléma gyötörte őket, és két módon tudják változtatni a kvantumvibrációkat. Egyrészt a már előbb említett, de itt ebben a kontextusban feltalált szuperszimmetriát kellett bevezetni, ami a különböző típusú rezgéseket összekapcsolta. Ez a legfontosabb. A másik egészen furcsa dolog az volt, hogy azt látták, hogy a térszerű dimenziók számát kell növelni, ahol ez, ahol a szuperúrok rezeghetnek, és akkor minden rendbe jön. A sztori végeredménye az lett, hogy csak ha 6 extra plusz dimenziót tételeztek fel, akkor kaphatunk nulla tömegű részecskéket. És maga ez, amikor ez kiderült, az volt az első Hoore-forradalom. A második Hoore-forradalom az a 90-es évek közepén zajlott le, kicsit sokat írtam róla. Különböző Hoore-elméleteket találtak, és mindenfajta ellentmondásra jutottak. És ezeket az ellentmondásoknak az vetett véget, hogy észrevették, hogyha bevezettük a Hoore-okat, Hoore-ok mellett nem szabad megállnunk a részecskéből a Hoore-okig haladva, hanem vannak más izgalmas objektumok ebben a Hoore-elméletben, különböző felületek, több dimenziós felületet, általánosított membránok, amiket bránoknak vagy bréneknek nevezünk. Mik ezek a brének? Az egy brén, amiből kiindultunk, az volt a Hoore, a nulla brén az lehet a pontrészecske, a kettő brén az a membrán, három brén az, meg a három brén is itt tovább, azt már nem tudjuk, hogy nevezni. De úgy kell elképzelni ezeket, hogyha nem egy Hoore-ra vagy egy membránra gondolunk, mint egy magasabb dimenzió sokaságba beágyazott valahány térszerű dimenzióval rendelkező felület. Ez egyszerű, nem kell komolyabbra gondolni, mint ennek a teremnek az egyik falára. Az már egy olyasmi, mint egy brain, csak a dinamikája más egy kicsit. A Hoore-elmélet egyik másik fontos észrevétele volt, hogy ezek a brainekre lokalizálódhatnak ezek a részecskék. Lehet ez fizikai elmélet, az a kérdés. Akkor lehet egy szép elméletet, akkor gondolom fizikainak, hogyha tudjuk kísérletekkel alátámasztani. Ezt tudnunk kell, hogy hogyan vannak elrejtve ezek a dimenziók, és akkor ezeket az elrejtéseket kezdjük az eredeti Klein ötletével, hogy az egy dimenzió föl van tekeredve és kicsi. És akkor így bevezetjük be a Kaluza-Klein módusokat. Képzeljük el a következőt, hogy van egy elektronunk, ami az extra dimenzióban van egy kör, a plusz dimenzió van egy kör, és ott tud körbe-körbe mozogni. Ebben az irányban lesz neki egy impulzusa is, de érvényes rá a kvantummechanika, amit hullámmechanikának is neveznek, csak olyan megoldásokat kaphatunk, hogy ez a hullámja egész számszor ráférjen. Azaz csak ilyen álló hullám megoldásokat kapunk, ezek meghatározott ütemenként jönnek, aminek az a lényeg, hogy az impulzusa az a sugárnak a reciproka szerint következhetnek egymás után. Tehát egy per erre jöhetnek egymás után a részecskék impulzusai. És ezt azért nem látjuk, ezt az impulzust nem tudjuk felbontani, mert kicsi ez az extra dimenzió. Most egy ilyen részecskének meg akarjuk mérni a tömegét, akkor elővesszük megint az Einstein formuláját, amit alul látható, és mit mérünk? Megmérjük az energiáját, megmérjük a háromdimenziós impulzusait. Ezt a kettőt kivonjuk egymásból, de mivel nagyobb dimenzióban vagyunk, maradt még egy plusz járulék is a tömegnégyzet mellett, az az ötdimenziós impulzus. Mivel ezt nem tudjuk direkt mérni, csak ezt a bal oldalt, ezt is a tömegéhez fogjuk érteni. És ezért, hogyha ez a kis extra dimenzióban, amit nem látunk, rezeg ez az elektron, vagy ez a bármilyen részecske,
az meg fogja növelni az ő tömegét, mégpedig a extra dimenzió méretének a reciprokával arányosan. Tehát így például az elektronnak a nehezebb kiadásait tudjuk mérni, nehezebb másolatait tudjuk mérni, és ezeket a nehezebb másolatait, amikor az extra dimenzióban még rezeg is egy kicsit, ezeket nevezzük Kaluza-Klein módusoknak mind a mai napig. Ezeknek a tömegei így néznek ki, hogy a tömeg négyzet 1/R négyzettel megy, azaz, hogyha ez az elektron eredeti tömege elhanyagolt, akkor 1/R-enként egyenletesen jönnek, és itt az alsó ábrán jól láthatjuk, hogyha az 1/R nagy, azaz a sugár kicsi a sugár, akkor azok messze vannak ezek a tömegek, ha a sugár nagy, akkor ezek egész sűrűn tudnak lenni. Kis is nagy. Hogy kell ezt elképzelni? Még egyszer nézzük meg ezt az ábrát. Úgy kell elképzelni, hogy a mi terünknek minden egyes pontjában van egy kis karika, amin körbe tud futni még ez az elektron pluszba, itt az egyenes mentén végig, amit így összeadunk, az valahogy így néz ki. Jó, ezt a síkra is levetíthetjük, ez lenne egy extra dimenzió. Ha plusz két dimenziónk lenne, amit nem látunk, akkor minden egyes pontban egy ilyen kis tórusz, egy fánk csücsülne, ahol a részecskék még kedvükre táncolhatnak és mindenfélét csinálhatnak. Ahhoz, hogy megtudjuk, hogy tudjuk megtalálni ezeket a részecskéket, tudnunk kell, hogy kik laknak az extra dimenziókban. Tehát tudnunk kell, hogy milyen részecskéknek keressük ezeket a nehezebb partnereit, nehezebb Kaluza-Klein módusait. Jó? Ezzel egy probléma van, ugye a Hoore-elmélet a sok szép eredménye mellett, hogy bevezette a Brain-eket, egy plusz tulajdonságot is adott, hogy többnyire, vagy képesek ezek a Brain-ek, ezek a falak csapdába ejteni az ismert részecskéket. Ezt mondhatjuk úgy is, hogy oda ragasztjuk őket, oda lokalizálódnak. És emiatt egy új lehetőség nyílt ki előttünk, és ezek a Brain World vagy Brain világ lehetősége. Amire itt láthatunk egy ábrát, hogy az extra dimenzióban muszáj, hogy az Einstein-féle gravitáció menjen, mert az feszíti ki a teret. Azt a gravitációt, majd valami részecskék, amiket gravitonoknak nevezünk, azok fogják közvetíteni. Esetleg az extra dimenzióban mozoghatnak egzotikus részecskék, egzotikus alatt azt értjük, hogy olyanok, amiket sose láttunk még, például. Viszont a közönséges részecskénk a Hoore-elmélet elképzelése szerint, ami egy ilyen Brain-nek a fogjai. Tehát itt van egy ilyen Brain világ elképzelés, ahol elképzelhető, hogy ugye itt a plusz extra dimenziót látjuk itt föl alá az ábrán. Ezen az alsó falon, ezen élünk mi, tehát itt vannak a ismert kölcsönhatásaink, az emberek, ez a terem, és erre merülegesen a gravitonok tudnak közlekedni, vagy mondom olyan részecskék, amiket nem ismerünk, és valahol egy másik ilyen fal is elhelyezkedik, amit sok minden jóra fel lehet használni. Hogy gyümölcsözött ez a, mi lett ennek a gondolatnak az igazi termékeny végeredménye? Ez az úgynevezett nagy extra dimenziós elmélet. Itt egy dolgot elfelejtettem még. Miből gondoltuk, hogy ezek az extra dimenziók nagyok? Abból, hogy nagyon pontosan ismerjük a meglévő részecskék kölcsönhatásait. 10-17, 10-16 centiméterig. De hogyha ezek a részecskék nem mennek ki az extra dimenzióba, semmi okunk nincs rá feltételezni, hogy azoknak is kicsiknek kell lenni. Tehát ezt vették észre ők hárman, Arkani, Hamed, Dimopoulos és Dvali, akik összedugták a fejüket ebben, és 1998-ban a hierarchia probléma megoldására nagy extra dimenziókat javasoltak. Nagy alatt azt kell érteni, talán ez a legfontosabb, hogy nem azt az egész kicsit, amit Klein gondolt 19-20-0-val, hanem néhány milliméter nagyságú is lehet. Ugyanis mit gondoltak? Ugye a hierarchia problémát, ennek a két számnak a különbözőségét azzal próbálják megoldani, hogy a gravitáció viselkedik másképpen, mint a részecske fizika. És utána néztek, és kiderült, hogy a gravitációról a kis távolságon nagyon keveset tudunk. Körülbelül milliméter távolságig, tizedmilliméter távolságig tudták akkor mérni. És mi volt az ő elméletüknek az alapvető feltevése? Tehát ez a bezáró, brainre bezárt emberekkel és ismerős világban élünk, és csak a gravitáció, a gravitonok közvetítik ezt a kölcsönhatást, csak a gravitonok érzékelik ezt a nagyobb dimenziót. Legyen valahány számú plusz
n számú dimenziók. Ezek valamilyen véges méretűek, ha ez egy dimenzió, akkor kör, ha két dimenzió, tórusz, ha több dimenzió, akkor valamilyen egyszerű objektumra gondolunk. És még egyszer, mi egy ilyen háromdimenziós világon bezárva élünk, tehát ami itt van lerajzolva, például itt alul, ezen a világon élünk, és nem tudunk kilépni abba a másik világba egyáltalán. És az ő alapvető gondolatuk az volt, hogy a kísérletekben egyedül ennek a standard modellnek, ennek az egyesített elméletnek a paraméterét látjuk, ami ez a 254 protontömeg, lehet-e, hogy ez az egyetlen paraméter. Ugye a gravitációnak ez a Planck tömege csak azért nagy, mert valamiért nagynak látszik. Hogy néz ki ez az elmélet? Tehát a következő a kép, tehát ugyanazt mondjuk el még egyszer. Ugye egyel kevés dimenzióban mutatjuk be. Itt mi ezen a lapos világon élünk, itt vannak az emberek, és a feltekeredett extra dimenzióban ez egyszerűen ez az egy szaggatott vonal, amiből nem tudom, látszik-e bármi, de ott azon élünk. És akkor a kérdés igazából úgy is hangozhat, hogy miért van ez a jellemző tömegskálája az egyesített kölcsönhatásoknak, az együttes standard modell kölcsönhatásoknak és a gravitációnak. Ezzel fordítottan arányosak az erősségeik. Tehát az a kérdés, miért gyenge a gravitáció ebben az elméletben, és miért kapjuk vissza az 1 per R négyzetes erőtörvényt, mert ott a Newton törvénynél ott felírtuk, hogyha több dimenziónk lenne, akkor többfele eloszlanak az erővonalak, azaz gyorsabban csökkenhetne az erőtörvény. És a következő választ adták erre a gondolatra. Képzeljük el akár például egy locsolócsövet, hogy hirtelen egy pontba beleeresztjük a vizet. Egyetlen egy pontba a közepén, az először minden irányba kiterjed. Ezt látjuk itt a nagyító közepén, vagy itt ebben a sorokban. De amikor eléri a locsolócső falát, ami az extra dimenzió méretének felel meg, akkor egyszerűen bekanyarodnak az áramvonalak, vagy az erővonalak ebben az esetben, és már csak egyetlen egy irányba tudnak haladni, amerre a dimenziók végtelen nagyok. Jó? Tehát az erővonalak eleinte elkezdenek menni az extra dimenzióba, de amint elérik az extra dimenzió méretét, ott kénytelenek lesznek, hogy így mondjam, bekanyarodni, telítődik ez az irány, és emiatt már csak a nagy irányba elterjedő extra dimenziókat érzik. Tehát ezt látjuk itt. És emiatt egy számszerű faktorral különbözni fog a gravitációs erőtörvény, de a távolság függését már csak ez a nagy léptékű viselkedés határozza meg, amit itt fönt látunk. Ez a három úriember kiszámolt, Alkani, Hamed, Dimopoulos és Dvali, kiszámolták, hogy mekkorának kéne ezeknek az extra dimenzióknak lenni, ahhoz, hogy a gravitációt is azért lássuk gyengének, mert az erővonalak kiszaladnak, és ott aztán telítődnek az extra dimenziók irányában. És ez ugyanolyan erős legyen, ezt leszámítva, mint a Higgs tömeget leíró kölcsönhatás, vagy a Z-bozon tömege. És kiszámolták, hogy mekkorának kell lenni ennek az extra dimenziónak. Ha egy extra dimenzió van, akkor ez egy óriási számot kaptak, ez 10-14 cm asztrofizikai méret, ez ki van zárva. Rögtön ki volt zárva. De amit a igazán izgalomba jöttek, az volt, hogy a két extra dimenzió van, ez amikor minden egyes pontban egy kis fánk csücsül, akkor ez az extra dimenzió mérete közel 1 mm lehet. Amit megvizsgálták az akkori méréseket, hogy hogyan, mit tudunk a gravitációs kölcsönhatásról közel, kis távolságon, pont azt látták, hogy itt van a határa, hogy tudjuk-e, hogy pontosan 1 per R négyzetes az erőtörvény, vagy nem. Ha magasabb dimenziókban megyünk 3-6, akkor ez egészen apró távolságokat kapunk, ami az jelenlegi mérések szerint rendben van. Két kérdés, több kérdés is felmerül. Az egyik legfontosabb, ami miatt ez nem egy igazán megnyugtató elmélet, hogy ez az extra dimenzió, tehát amiben ugye ezek a kis fánkok, tóruszok vannak, az miért nagyobb, mint amit naívul várnánk a Oscar Klein számolása alapján, az a sok nullás eredmény, és ehhez képest miért végtelen a mi szokásos négy dimenzió. De a legfontosabb az volt, hogy ez is egy igazi fizikai
elmélet, és el lehet dönteni mérésekkel, hogy igaza van vagy nem. Azt kell megmérni, itt azt látjuk, ez az plusz két extra dimenzióban, azt látunk, hogy egy milliméterig kicsit más lenne a gravitációs erőtörvény. És kérdés, hogy mérték ezt az emberek? Igenis mérték, ez időről időre felmerült, hogy változik a gravitációs erőtörvény, és ezért ezt nagyon pontosan mérték, egy ilyen berendezéssel, ez az úgynevezett ötvas kísérlet, ami a Washington Egyetemben van az Egyesült Államokban. Ez egy kis, nagyon finom, precíziós inga, hogy ezeket a lukakat fúrták annyira ügyesen, amik itt látszanak, hogy ezek nagyon kis távolságra érzékenyek. És amit ezen az ábrán, a jobb oldali ábrán lehet látni, tehát ők azt nézik, hogy az 1 per R-es ismert potenciálhoz képest van-e valamilyen korrekció, amit egy ilyen exponenciális alakba tételeznek föl, de ez nem olyan fontos, hogy ez az egy pont, ahol ez a két extra dimenziós elmélet van, ez 1998-ban a mérések határán volt. És pont ez adott lökést, illetve támogatást ezeknek a kísérletek pénzügyi megerősítésére, hogy ebben egyre messzebb tudjanak menni, és ma már eláll egy jó egy másfél-két nagyságrenddel az eredeti mérés alá mentek. Tehát azt gondoljuk, hogy az eredeti formájában ez a két extra dimenzió nem működhet, ezt láttuk. De ha el tudjuk dönteni másképp is, hogy láthatunk extra dimenziókat, mégpedig gyorsítókban is. Milyen következmények lehetnek ezeknek? Ugye azt mondtuk, hogy van ez a gravitációt kölcsönható részecske, a graviton, ami mozog az extra dimenzióban, hogy az extra dimenzióban mozog, akkor ott a különböző módusaik, mint a Hoare módusnak megfelelő módusok, azok más tömegűek lesznek. Tehát egyrészt lesznek ilyen módusaik, másrészt ezek el tudnak szökni az extra dimenzióban. Tehát összeütköztetünk a gyorsítóinkban két részecskét itt lerajzolva, egy elektron és egy pozitronban, amik összeütköznek, lehetséges, hogy nem csak egy fotont bocsátanak ki, vagy kettőt, hármat, hanem egy graviton is keletkezik, ami elszökik az extra dimenzióban, tehát ezt nem fogjuk érzékelni. Tehát ezeknek a modelleknek a jóslata az hiányzó energia lesz. Tehát összeszámoljuk az itt a részecskéinket, energiánkat, és valami nagyon hiányzik, ez lesz a jóslata. Plusz vannak még modellfüggő jóslataik is, de ez egy teljesen általános jóslata. Szóval annyira komolyan veszik az emberek, hogy itt látjuk, hogy kiszámolnak eseményszámokat is, lényegében ezek eseményszámok, és amit ezen az ábrán látni kell, hogy ez itt a standard modell által megjósolt események. Tehát abban az esetben, ha ennek az extra fánknak a mérete, ez nem túl nagy, ezt méri ez a szám, akkor ez jóval az ismert események fölött lehet, tehát észrevehetjük ezeket a jelenségeket. De talán a legérdekesebb következménye ezeknek a kísérleteknek, vagy ezeknek az elméleteknek, az volt, hogy észrevették az emberek, hogyha a gravitációnak van ez a tömegskálája, ez nincs nagyon messze, akkor ezt elérhetjük a kísérleteinkben is. Akár az LHC-n, és ha ez a gravitációnak van egy ilyen jellemző skálája, ott már minden furcsaságot tud művelni, leginkább fekete lyukakat tud létrehozni. Fekete lyukak rendkívül egyszerű objektumok, keletkezésük talán még egyszerűbb, mint a későbbi életük. Egyszerűen az kell, hogy kialakuljanak, hogyha az összes tömeg, ami beléjük tartozik, az egy úgynevezett horizonton belül jelenjen meg. Azért ez a horizont nem túl nagy, a normál elméletekben a 6300 km-es földsugár az egy 8 mm-es sugár, tehát nem kell félni attól, hogy ebbe hirtelen beleugrik a föld. És egész egyszerűen ezt a hatás keresztmetszetet úgy lehet elképzelni, hogy jön két részecske, például két proton az LHC-re gondolunk, ezeknek van egy adott energiája, amennyivel felgyorsítjuk, ez az a 7-7 tev, amiről beszéltünk. Ez az összenergia, ha olyan közel kerülnek egymással ezzel az úgynevezett ütközési paraméterrel, amit V-vel jelölünk, hogy ez az energia egy kis fekete lyukon belül koncentrálódik, akkor létrejöhet a fekete lyuk. Tehát rendkívül egyszerű ez az elmélet, csak az kell, hogy létrejöjjön a fekete lyuk, hogy jó közel kerüljenek ezek a részecskék, és persze olyan elméletünk legyen, hogy lehetségessé váljon, hogy ezek ilyen közel kerüljenek. Ezt kiszámolták Dimopoulos és egy Greg Landsberg nevű fiatalember Amerikában,
És a végeredmény az lett, hogy rendkívül sok, az LHC-n levő ütközések számával évi egy milliós nagyságrendű fekete lyuk keletkezhet. És egyszerűen az az oka, hogy csak ettől az egy távolságtól függ, és az új elméletünkben ez a távolságnak nem kell nagyon kicsi lenni. De ezektől a fekete lyukaktól nem kell félnünk, tehát nem válnak kis gömbölcé, mert nem stabilak, tehát nem tudnak elnyelni mindent közülük, amitől lehet ezt. Ezek a fekete lyukak, ahogy keletkeznek, meg is tudnak szűnni, és ez az eredmény Hawking nevé, Stephen Hawking nevéhez fűződik, aki észrevette, hogy a fekete lyukaknak van egy hőmérséklete, ami a tömegükkel fordítottan arányos. Ez nekünk pont nagyon jó lesz. Még egy összefüggés van, amit talán a középiskolában is tanulhatnak, hogy a Stefan Boltzmann törvény szerint hőmérséklet negyedik hatványával, az a tömegük negyedik hatványával fordított arányban sugároznak. Tehát minél kisebb fekete lyukat hozunk létre, az annál gyorsabban sugároz, annál nagyobb lesz a hőmérséklet, ez egy forró dolog lesz, hirtelen elpárolog. És ez is a várakozás, hogy ez fog történni ezekkel a fekete lyukakkal, hogy ebben a kvantummechanikai folyamatban, amit Hawking megjósolt, egyformán kelt mindenfajta részecskét. Itt látható egy ilyen ábrás lerajzolás ennek, illetve az LHC egyik kísérletének jóslat, ez egy színes tűzi játék lenne, ha ez igaz lenne. Hát az is biztos, ha ez az elmélet működik, akkor ezt nagyon hamar észre lehetne venni a gyorsítókban. Most kéne az utolsó témáról még beszélni, elnézést a kis hosszabbításért. Ezek a görbült extra dimenziók. Tehát ez az előző dimenzió, ez egy picit, az jóval nagyobb volt, mint a Klein méretű, de olyan ugyanúgy viselkedett, mint a mi részünk. És ezt egy érdekes jelenséggel tudjuk bevezetni, amit egy kicsit lehet, hogy el kell gondolkozni rajta, ez a gravitációs vörös eltolódás. Tehát ugye arról van szó, hogy azt akarjuk megmagyarázni, hogy a részecske fizikában ismert tömegeink miért jóval kisebbek, mint a gravitációhoz tartozó tömeg. Ugye ez energiaként is felfogható, tehát ismerünk olyan csökken folyamatot, ami az energiáját elfogyasztja az embernek. Hát valakit küldjük fel az emeletre, rögtön elfárad, lényegében ugyanerről lehet itt is szó. Foton energiáját, ez az egyetlen egy összefüggés adja meg, hogy hogy ez a H-szor az ő nő frekvenciája, ahol H az egy univerzális állandó, a Planck állandó, és akkor képzeljünk el egy óriás, egy nagy csillagot, annak közelében két pontot, ezt a B-t és az A-t. Azonos folyamatból keletkezzen két foton A-ban, B-ben, amit aztán majd valahol messze akarunk megfigyelni. De gondoljuk el, hogy ez a B-ből levő foton elmegy A-ba, mindeközben ebben a potenciálban ő neki föl kell másznia. Tehát az energiája csökken, a H-szor nő szerint, tehát akkor a frekvenciájának kell csökkenni. Ez a jelenség, a gravitációs vörös eltolódás, és a görbült extra dimenziók mögött semmi más nem áll, mint ennek a felhasználása. Ez az előző modell után egy évvel született, Lisa Randall és Raman Sundrum hozták létre, akik keservesen kerestik egy igazán jó fix állást, ezért nagyon keményen dolgoztak, és egyébként más problémát akartak megoldani, de ebbe ütköztek végül, és a következőhöz jutottak. Azt az elméletet képzelték el, hogy egyetlen egy extra dimenziónk van, de ez most nem olyan békésen viselkedik, mint amit Oscar Klein vagy az a három korábbi ember feltételezett, hanem úgy gondolta, hogy ez egy nagyon erősen görbült extra dimenzió. Mitől lehet görbült ez az extra dimenzió? Ez attól görbült, hogy egy hogy nagy energiasűrűség van benne. Tehát az Einstein egyenlet szerint, ha nagy energiasűrűség van, az meggörbíti a teret. De ezt úgy is el lehet képzelni az előző példa nyomán, hogyha itt van ez az extra dimenziók, amit itt látunk, a két brain, az egyik brain mögött, mintha ott lenne egy óriási csillag, akár egy óriási fekete lyuk. Talán így lehet elképzelni. És akkor az elrendezés a következőnk lesz, lesz két ilyen háromdimenziós, három brainünk, háromdimenziós falunk, aminek az egyikén mi élünk, ezt fogjuk a gyenge brainnek nevezni, és a másik brain az tőlünk távolabb van az extra dimenzióban, és a kettő között egy speciális megoldás van, az úgynevezett anti-de-Sitter megoldás, aminek az a tulajdonsága, hogy a hosszúság egységek azok lényegesen változnak az extra dimenzió mentén.
Ez az antideszitter tér, hogy itt látjuk ezen a kis ábrán, ha itt van egy rezgő részecske, amiről az előbb beszéltünk, foton, ami itt vagy itt keletkezik, azokat különböző mértékben nagyítja föl, különböző mértékben kell nekik fölmászni a potenciál gödörből. Tehát itt, ezen a tőlünk távoli brénen, ez egy mély potenciál gödörbe csücsül, tehát itt keletkezik egy részecske, mire hozzánk elér ide a gyenge bréne, lényegesen lelassul, legyengül. Ennek a gyengülésnek az lehet a következménye, ugye itt van ez a két világ, ez az egyik a jobb oldali, ez a mi világunk, a bal oldali, ez pedig egy másik világ. És az lehet ennek a következménye, hogy a gravitáció az valahova máshova, az inkább itt lakik ezen a távoli brénen, ezen a távoli világban, és mire elér hozzánk, egészen legyengül. Tehát ezért fogjuk gyengének látni, egyszerű szavakkal elmondva, a gravitációt. De ezt egyenletek nyelvén is meg lehet oldani. Ez a mi részecskefizika, vagy egyetemet végzett kollégáknak egy nagyon egyszerű egyenlettel, a Schrödinger egyenlettel írható le. Ez körülbelül olyan, mintha végzős középiskolásoknak egy másodfokú egyenletet kéne megoldani. Egy rendkívül egyszerű, jól megértett dologról van szó. Tehát ezt még jól megtanulják az emberek. És ennek a megoldásai azok lesznek, hogy a graviton tudjuk, hogy hogy viselkedik az extra dimenzióban. Lesz egy potenciálja ezen a távoli brénen, ami így néz ki, mint egy vulkán, aminek lesz egy olyan megoldása, ami a mi jól ismert gravitációnkat és a gravitonunkat ide ragasztja ez a távoli brénhez. Plusz még lesznek Kaluza-Klein módusai, aminek a tömegei jó meghatározott értékenként jönnek, de ismerős számonként jönnek. Tehát ha itt az előző ábrán nézzük meg, akkor itt lesz a brén, itt élünk mi. A gravitáció, a graviton meg valahol a messzire elköltözött, és éppen csak egy kis farkával tud itt minket jobbra-balra vezérelni. Tehát ezáltal ennek a két tömege különbözőségéből származó hierarchia problémának két különböző megoldását javasolt ez a két társaság. Az első nagy milliméter vagy 10-4 milliméter nagyságú extra dimenziókban azért volt gyenge gravitáció, mert az erővonalak, a fluxus kifolyt az extra dimenzióba, és emiatt csökkent a nagy dimenziókba terjeszthető megoldás. A második megoldásban, ez a Randall-Sundrum modellben, itt egy speciális graviton hullámfüggvény volt, ami speciálisan működött a graviton, tőlünk távol élt, éppen csak egy egész kis részével tudta befolyásolni a mi életünket. Tehát távolra lokalizálódott az a gravitáció. Ennek az is lehet a következménye, hogy úgy is tudunk extra dimenziókat létrehozni, talán ez egy rövid megjegyzés, hogyha nem gondolunk ezeknek a problémáknak a megoldására, hogy itt élünk ezen a falon, vagy brénen, ahol a gravitáció lokalizálódik, és ezt a másik brént el lehet vinni a végtelenbe. És mindig alig fogunk látni valamit az extra dimenzióból, mert csak a gravitáció megy ki, és ennek teljesen jól kapjuk vissza a szokásos háromdimenziós világunkat. Milyen következményei vannak egy ilyen görbült extra dimenziós elméletnek? Ezt is rögtön kiszámolták, amint megszületett az elmélet. Azt látjuk, hogy határozott ezerszer proton tömegenként egy-egy ilyen rezonancia, egy-egy új Kaluza-Klein gerjesztés jöhet létre, és ezt megnézzük az LHC-ban ezeknek a hatáskeresztmetszetét, bizonyos távolságonként egy nagy csúcsokat kapunk, és ezeket jól tudjuk mérni, ebbe bíznak. A keresés jelenleg is tart, erről viszonylag keveset beszéltem, de ezek a ma az asztrofizika és a részecskefizika összefonódik, tehát a galaxisok, csillagok vizsgálatából vissza tudunk nézni egészen, vagy a kozmikus háttérsugárzás vizsgálatával egész régi időkre tudunk visszanézni, és tudjuk ellenőrizni, hogy ott részt vettek-e extra dimenzióban levő részecskék, tehát ezért az asztrofizikából is több információt tudunk nyerni, különösen a nagyon forró objektumokból, a szupernovákból. Másik lehetőség, hogy gravitációs hullámokat keresünk, hogy nem érkeznek-e ilyenek, vagy nem másképp érkeznek, mint ahogy számolunk. Tehát itt látjuk a LIGO detektort, amiben a
ELTE is részt vesz kísérletezőként, itt pedig látjuk, továbbra is folynak ezek az apró kísérletek. És hogy mi azt gondoljuk, hogy eldönthető ez a kérdés, ez pedig a idei évtől reméljük már sikeresen működő LHC kísérlet fog számot adni erről. És akkor köszönöm szépen, itt befejezni.